Jó napot kívánok! A 7-24 decemberi adásaiban olyan emberekkel beszélgetünk, akikről azt gondoljuk, hogy érdemes velük a jövőről beszélgetni. Hát ez Halácsi Péter igazán elmondható. Nyilván sokan tudják, hogy ki ő. Ő a Prezia, az egyik legismertebb magyar cég társalapítója. Jól mondtam, ugye? Társalapító. Tehát többen alapítottátok. Bár furcsa szó ez, de rendben. És nem is ezért hívtuk most, hiszen Prezis mi voltodban, mi voltotokban, annyi mindent tudunk már rólatok, hanem azért, mert indítottál egy iskola, óvodát, óvodaiskolát szeptemberben, és pontosan azokkal a, hogy mondjam, azoknak a problémáknak a megnevezéseivel indultál el, amikről én azt gondolom, hogy a legsúlyosabb problémája a magyar iskola rendszernek. Ezért aztán marhára érdekel, hogy mindaz, amit most ti elkezdtetek, amit most elkezdtetek kipróbálni, ez egy hatalmas nagy kísérlet, egy országra való kísérlet, vagy kellett a gyerekeknek egy jó suli? Őszinte leszek mindkettő, tehát hogy kellett a gyerekeknek egy jó suli, és rögtön arra gondoltunk, hogy az, hogy a saját gyerekeinknek csináljunk egy magániskolát, az nem annyira érdekes, meg egyébként vannak jó iskolák az országban. Csak nagyon nagy a sor, és hogy még több iskolára lenne szükség. Úgyhogy nagyon hamar elkezdtünk gondolkozni négy családdal, amikor összejöttünk, mindenkinek egyébként hasonló 5-6 éves korú a gyereke, hogy hogyan tudnánk csinálni olyan hálózatot, vagy iskolarendszert, vagy több iskolát, vagy egy nyitott iskolát, aminek hatása tud lenni nem csak a mi gyerekeinkre, hanem másokra a társadalomban. Tehát, hogy két dolog van, ami fontos nekünk. Egy, hogy a gyerekeink ne egy buborékban nőjenek föl, vagy ebbe a buborékba mások is bekerüljenek, hiszen minden iskola egy picit buborék, de hogy mások is be tudjanak kerülni. Kettő, hogy az egész társadalomra tudjunk valamelyes hatással lenni. Tehát a célunk az az, hogy 2040-re legyen egy boldog generáció az országban. Ez nem egy... Egy darab boldog generáció. Az melyik lesz az? Azok, akik... Tehát a mi gyerekeink. A mi gyerekeink. És a 2040 az egy olyan... Ez egy távoli cél. És nem nagyon tudjuk, hogy hogy fog kinézni a jövő. Egy biztos, hogy nem úgy, ahogy ma. Figyelj, amit mondasz, azt én nem úgy értelmezem, hogy legyen egy boldog generáció az országban, hanem hogy legyen egy boldog generáció az országban. Mert könnyen lehet, hogy ez a generáció roppant boldog lesz, csak egyáltalán nem úgy néz ki, hogy itthon. Én nem adnám föl. Jó, hát persze, hogy nem. Én nagyon sok embert hallok. Tehát, hogy én azt látom, tehát, hogy van változás. Lehet változni, én is tudok változni, mindenki tud változni, az ország tud változni. 20-30 év múlva szerintem teljesen más tud lenni egy egész társadalom. Ha visszanézünk, hogy 100 évvel ezelőtt hogy nézett ki ez a társadalom, hihetetlen változások vannak, csak ezt mindig elfelejtjük, mert mindig rövid távon nézzük a hatásokat, és minden ember a rövid távú változásokat felbecsüli, és a hosszú távot meg nagyon alul tudjuk becsülni. De hogy nagyon nagy dolgokat lehet ennyi idő alatt elérni. Persze, ez kétségtelen. Vegyük sorra azokat, akkor a feladatokat, jó? Tehát nem a problémákat, hanem a feladatokat, amit előttetek, vagy mondjuk, hogy előttünk állnak, hogyha jó iskolát akarunk Magyarországon. Például az, hogy a szülők, meg általában, akik itt laknak ebben az országban, egy másik fajta iskolatípusban nőttek fel, tehát például azt el se tudják képzelni, hogy ne legyenek tantárgyak. Ugye, már beszélgettem sok emberrel iskoláról, de itt mindenki megáll, nincs biológia óra. Nincs magyar óra, az akkor mi az értelme? Mit tudsz erre mondani? Hogy tudjuk, hogy ez a helyes. Hát, hogy tudjuk, hogy a projekt alapú megközelítésnek hívják, hogy oldjunk meg nagy feladatokat, amihez, vagy jó kihívásokat adjunk a gyereknek, amihez kell használni a matekot, kell használni a biológiát, és hogy ne építsük fel ezeket a silókat a disziplinák között. Én szerintem nehéz, én se pontosan tudom, hogy hogyan működik a dolog. Egyébként Magyarországon kb. 20 éve ezzel kísérleteznek, nagyon sok iskolában kísérleteznek, nagyon jó eredménye. Tehát a válaszom az a szülőknek, hogy próbáljuk ki, mert tudjuk, attól, hogy én se ezt csináltam, és egy picit kényelmetlen, az még nem azt jelenti, hogy nem szabad csinálni. Szerintem azoknak a többsége, akik most hallgatnak minket, nem tudják, miről beszélünk. Arról beszélünk, mármint a tantárgyakkal kapcsolatban, vagy miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy ma úgy oktatunk, hogy van biológia óra, van matek óra, van ének óra, van testnevelés óra, olyan disziplinák, külön-külön tanárok, amik önmagában egyik sem érdekes, ha nem akar valaki PhD-zni.
ez önmagában semmi sem érdekes. Egy vállalatban például úgy dolgozunk, hogy vannak kihívások, és ma már tudjuk, hogy különböző területről jövő emberek együtt oldanak meg problémákat. Így készül el az iPhone is. Egy designer, egy mérnök, egy közgazdász, egy kommunikációs szakember. Mindenkinek vannak mély tudásai, de hogy ezeket így összetesszük. A mai problémák megoldása, az komplex problémák megoldása, az komplex, úgy mondják, hogy interdisziplináris tudás kell. És hogy ezt lehet az iskolában is alkalmazni. Gyerek szempontjában ez nagyon egyszerű elmondani. Azt a feladatot adod egy gyereknek, hogy figyelj, szerinted a telefonod honnan tudja, hogy hol vagy? És akkor el lehet kezdeni beszélni a csillagászatról, a trigonometriáról, a rádióhullámokról, egy csomó mindenről, amit eddig külön tantárgyakban tanultunk, de most egy kézzelfogható, értelmes kérdés, vagy értelmezhető kérdés kapcsán így összerakjuk a különböző tárgyakból. És hogy valahogy úgy kéne az oktatásnak működni, sokan azt mondják, hogy a tanárok csapatának, tehát egy biológia tanár, egy magyar tanár, egy fizika tanár együtt, egy csoporttal, csoportgyerekkel együtt dolgoznak problémákon. És hasonló problémákat kell megoldani, mint a szülők, amin gondolkoznak, hiszen pont az az izgalmas, mindenkinek a gyerekei valami olyasmit akar csinálni, mint a szülők, vagy mint ami a világban körülöttük van. Hát ugye ma egy apuka jó esetben megkérdezi a gyerekét, hogy mi volt az iskolában, a gyerek jó esetben válaszol, és mondja, hogy matekból nem tudom mit tanultuk, kaptam egy 3-ast, biológiából nem tudom a káposztát, kaptam egy 4-est, és akkor így elmeséli. Ugye? Abban az iskolában, amit elképzelsz, a gyerek azt meséli, hogy azt a feladatot kaptuk hétfőn, hogy építsünk egy űrhajót, és erről készítsünk egy dokumentumfilmet. Például. Ugye? Igen. És akkor ül otthon a apuka, mit csináltatok a héten, fiam? És akkor meg tudja mutatni neki a dokumentumfilmet, és együtt meg tudják beszélni, és azt fogja tudni mondani az apuka, hogy én ezt nem értem, magyarázd el nekem, és a gyerek el fogja magyarázni, és hogyha az apuka jó kérdéseket fog feltenni, akkor még motiváltabb lesz a gyerek, és holnap még mélyebben fogja ezt a projektet megcsinálni. Na jó, fiam, mondja az apuka. De hányasra feleltél? Ez nehéz kérdés. Hogy miért fontosak a jegyek? Amit mi csinálunk, az, hogy induljunk el az alapoktól. Mi van, ha úgy indultunk el, mi van, ha nincs semmi? Kellenek-e jegyek? Szükségek-e? Mire vannak jegyek? Szedjük szét egy picit. Miért kellenek jegyek? Két dologért kellenek jegyek. Egyrészt, hogy valami fajta fejlődést tudjunk megmutatni, hogy igen, te ezt jól megcsináltad. Ez nagyon-nagyon fontos. Másrészt a jegyek arra kellenek, hogy tudjunk egy ilyen standardizált tesztet csinálni, hogy egyik iskolából a másikba át tudjon menni. Le kell jegyek érettségizni, mert az egyetem majd akkor fog felvenni, ha. Ami igaz is? Ami igaz is. És ugye az egész abból van, hogy és az egyetem azt ígéri neked, hogy ha ott jó jegyeket szerz, akkor jó munkahelyed lesz. Igen. Csak ez nem biztos, hogy igaz. Ez már nem biztos. És ha ez nem igaz, akkor így visszafele lehet, hogy az egész nem igaz. Jó, de az angol egyetemekre is jó jeggyel lehet bekerülni. Nem biztos, hogy magyar jó jegyekkel lehet bekerülni. Én azt hiszem, hogy a Stanfordra be lehetne kerülni magyar érettségi nélkül. Elég sokan bekerültek még magyar érettségi nélkül. Mondok egy erőset, és tudom, hogy ez erős lesz. 2040-re nem biztos, hogy lesznek ugyanezek az egyetemek? Biztos, hogy minden így fog maradni. Tehát, hogy ezek ma így vannak, és a szülők nagyon konzervatívak tudnak lenni, én is, hiszen ma kell döntés hoznom arról, hogy 20 év múlva mi fog történni a gyerekemmel. De nem tudom, hogy 20 év múlva mi lesz, tehát olyan döntést hozok, amit ma látok. Arra nagyon nagy szükség van, hogy sikerüljön megbeszélnünk, főleg a gyerekkel, a szülővel, hogy például az én gyerekem milyen kompetenciái vannak, milyen kompetenciákat kell erősíteni, de hogy ezeket nem biztos, hogy jegyekkel, meg ez egy sokkal bonyolultabb rendszer. Mert például azt kell mondani, hogy neki a szociális, ő nagyon jól oda tud másokra figyelni, a szociális képessége, ő nagyon jól tud perspektívát váltani, viszont úgy néz ki, hogy a kicsit lassabban olvas, és ezért, mire együtt olvas a csapat, ő mindig leszokott maradni, viszont nagyon... Na most, hogy ezek ilyen nagyon komplex problémák. A munkahelyen, amikor értékelést adunk, akkor nem egy jegyet adunk. 3-as vagy munkatárs, úgyhogy ez és ez, hanem egy beszélgetés
folytatunk, ahol azt nézzük meg, hogy kinek milyen képességét, kompetenciát lehet fejleszteni. De hogyan fogtok... És egyébként ez történik az iskolában is, az első 4 osztályban ma már nincsen jegy, hanem szöveges értékelés van, és tudom, hogy sok tanár visszaesik, sok szülőnek igénye van rá. Alternatív iskolák igazgatójával beszéltem, és azt mondták, hogy vigyázz, mert a szülők konzervatívak lesznek, ahogy megy fel 7. korban, hiszen mindenki be akarja rakni majd az új egyetemre. Tehát én ezt tudom, ez abból adódik, hogy ez egy komplex rendszer, ami lassan változik. Ugye Magyarországon van egy olyan elképzelés, hogy a tanulás az egy rossz dolog. Ugye ezt gondolják a szülők is, meg a gyerekek is, de... Tényleg? Mi nem? Nekem ezt senki nem mondta még. Nem? Nem. Gyerekeken nem látod, hogy nem szeretnek iskolába járni? Én azt nem látom, a te gyereken, nem, én azt látom, hogy a gyerekek nagyon sokat tanulnak, és nem szeretnek iskolába járni, de nem biztos, hogy mindig az iskolában tanulunk. Egyre többet beszélünk arról, hogy nem biztos, hogy abban az intézményben történik a tanulás. Az én gyerekem nagyon sokat tanult tőlem. Szerencsére vagy hátrányára, ezt majd utólag megmondja. Nem biztos, hogy ott történik a tanulás. Én egyetemen tanítottam. Ott voltak kutatások, akik kimutatták, hogy sokkal több tanulás történik az órák után, amikor egymással beszélnek. És nekünk olyan iskolákat kéne teremteni, ami ezt erősíti meg, mert a korosztályban egymástól sokkal többet tudnak például tanulni. Azt akartam mondani, hogy ha megváltoztatjuk a körülményeket, a tanulás szerintem van, mindenki élvezi, így születünk. Elrontani el lehet. Igen. De ezt a magyar iskola rendszer általában is rontja. Nem csak a magyar iskola rendszer, és ez nagyon fontos. Én Amerikában elég sok időt töltöttem, Amerikában elég sok emberrel beszéltem, akik úgy kezdik, hogy az amerikai iskola rendszer, azt szokták mondani, hogy broken, ami hogy teljesen le van robbanva. Ez nem egy magyar probléma. Ez abból erőlt, hogy 150 évvel ezelőtt kitaláltunk egy oktatási rendszert, ami nem nagyon változott, pedig a világ sokat változott. Magyarországon a 90-es évek óta, de visszamentünk a 60-as évek óta, nagyon sok minden történik, hogy felrázzuk ezt. Most nagyobb gyorsabban, az Y-generáció gyorsabban kezdett divergálni az iskoláktól, vagy ezt érezzük, vagy a mi gyerekeink most van ott, ezért mi érezzük ezt a dolgot. Ja, arra gondoltam én, hogy van egy 6 éves fiú, és akkor ő mindent elkövet, hogy mindent tudjon a Real Madridról, a Forma 1-ről, a dinoszauruszokról és a tabletjéről, igaz? És aztán bemegy az iskolába, de a biológia órán már csak 4-es, meg informatika órán 3-as, pedig ugyanazt a tabletet tanulja. Tehát, hogy mi az, ami az iskolában történik, és a ti iskolátokban nem történik, ami a gyerek érdeklődését végül is tönkre teszi? Én azt hiszem, hogy legalább két dologra, és most biztos kifelejtek valamit, de legalább két dologra nagyon oda kell figyelnünk. Az egyik az az, hogy engedjük gyereküket ambíciójukat követni. Tehát, hogy amit ő érdekli, az hadd csinálja. Mert mindenkit valaki érdekel. A mi dolgunk felnőtteknek az ambíciót, a tanulási képességet segíteni. Tehát, hogy azon keresztül tanítani őt, ami érdekli? Igen. Igen. Nem igen. Ledugni a torkán a, igen, tudom én, a igen, két ismeretlenes egyenletet? És nagyon sokat beszélnek erről az én szakmámban, a menedzsmentben, hogy ma már nem is nagyon lehet ledugni az emberek torkán. Igen. Mert hogy a világ most pont így hogy engedjük őket és támogassuk. Egyszer egy könyvet olvastam, mert szülőknek szólt, és azt mondta, hogy szülőként egy dolgod van, ha a gyerekedet valami érdekli, tegyél meg mindent, hogy azt csinálhassa. Ezt tudjuk a legtöbb. Igen, csak ilyenkor jönnek megint az apukák, hogy de fiam, abban nem tudsz megélni. De szerintem ezek az apukák nagy valószínűséggel tévednek, hiszen nem tudják, vagy anyukák, nagy valószínűséggel nem tudják, hogy 20 évvel mire van szükség. Azok a szakmák, amik nagyon biztosnak tűnnek ma, 20 év múlva lehet, hogy eltűnnek. Az elmúlt 5 évben a 10 legkeresettebb szakmából 4 olyan, ami nem is létezett, amikor én iskolában jártam. Data analyst, a data adatelemző, a nagy adatelemző, a interakció designer, aki az iPhone tervezi. Ez nem működött, vagy nem létezik. Az iPhone az interakció designer tervezi? Igen. Az egy olyan szakma, aki ért ahhoz, hogy hogyan kell tárgyat tervezni,
gyártani, és ért az emberekhez, hogy hogyan használnak, és ért a szociológia, a társadalom, tehát egy csomó az emberi oldalhoz is ért. Én csak azt akarom mondani, hogy ezek nem léteznek. Tehát amikor én azt mondom a gyerekemnek, hogy ne ezt csináld, mert majd nem lesz munkád, hát az valószínűleg tévedek. Igen, ugye te jóval fiatalabb vagy nálam, de én Magyarországon még úgy nőttem fel, hogy a gyereket el kell rúgdosni az egyetemig, ott majd kap egy szakmát, tanító lesz, vagy nem tudom, és örökbérlete van a boldogsághoz. Ugye ma már ez egy teljesen értelmetlen gondolat, mert a gyerekek fiatalok végeznek az egyetemen, és ott állnak, hogy most mi csinálja. Igen, és egyre több cég van, aki a felvételi folyamatban nem veszi figyelembe az egyetemi jegyeket, mert tudja, hogy azok nem jó korrelációban vannak avval, hogy egy változó környezetben milyen adaptívan tudnak. Magyarországról beszélsz, vagy a Magyarországon is például egy prezi. Tehát, ti nem veszitek figyelembe, hogy a Corvinuson végzett kitűnő diplomával, vagy nem tudom? Nagyon jó szoftvermérnökünk van, aki a Corvinuson végzett, és nagyon rossz szoftvermérnökünk is van. Most biztos gondolkoznak, hogy ki az. Biztos volt ilyen. Mondd a nevét. Ja, és akkor oda kell mondanom a tegyben. De hogy azt akarom mondani, hogy a műegyetemen is végeztek, az ELTE-n is, vannak jó, és vannak rossz szoftvermérnökök. És de a az a gondolkodás, és hogy a gyereket be kell juttatni a Harvardra, és akkor onnan csak a Wall Streetre kerül. Ez a múlt, vagy a múlt lesz? Én azt gondolom, hogy a Harvard, ez szerintem lehet, de nagyon kevesen járnak a Harvardra, tehát hogy nekem, mint szülő, ez nem nagyon lehet, nem ez a legjobb befektetés szerintem. Nem? Nem, szerintem, hogyha a gyerek ambiciózus, boldog, érzelmileg stabil, mindig újat akar, növekedésfókuszú a szemléletmódja, globális világban el tud navigálni, és társas befolyási képességei vannak, és képes bármilyen szakmát megtanulni, az elég. Szerintem az fontos. A Harvard az azért fontos, meg minden az egyetemek, mert hogy egy olyan társaságba kerülsz be. Sokkal fontosabb, én az egyetemi hallgatóknak is azt mondtam, vagy középiskolásoknak, akik tőlem kérdezték, hogy hova megy. De azt nézd, hogy mit lehet tanulni, meg mit mond az egyetem. Milyen a társaság? Az sokkal fontosabb, hogy egy olyan környezetbe kerüljél, akiket az érdekel, amit téged érdekel, és téged támogatnak. Ezt meg lehet csinálni a Harvardon kívül is? Igen. Másrészt meg elég erős trend van, hogy az MIT már 10 éve kiadta az összes tananyagát. Mert azt gondolja, hogy maga a tudás az YouTube-on megnézhető. Az a kihívás, hogy hogyan építünk ilyen kis közösségeket, ahol az emberek együtt egymástól, egymást támogatva tudnak fejlődni. Meg a közösségek. És ilyen közösségeket itt Budapesten is tudunk építeni. Ez nem kell elmenni Harvardba. Nem érzed, hogy az, ami most Budapesten vagy az országban tapasztalható, az nem kedvez ennek a szövegnek nagyon? Itt vagyok, csináltunk iskolát, fogunk több iskolát csinálni, vannak nagyon sok támogatók, én nagyon sok támogatást kaptam az elmúlt 4 hónapban, nagyon sok jelentkezőnk van, hogy vannak-e más hangok, vannak más hangok, de hát örülök neki, hogy vannak más hangok, hiszen ha nem lennének, akkor én lennék a bolond, nem hogyha egyedül vagyok. Kezdve harcolsz valami ellen, ami nincs is. Én nem harcolok valami ellen, én harcolok azért, nem harcolok, hanem azért teszünk, hogy 2040-re boldogak legyenek a gyerekeink. Igen. Látod, milyen érdekes, ki kell javítanod engem, rám is rám ragad ez a harcos terminológia. Én is azt mondom, hogy harcolni, igen. Most szembesültem ezzel valóban, milyen csacsi vagyok. Sikerülni fog? Igen. Miért ne? Tehát, hogy én nem látok olyan körülményt, ami azt mondaná, hogy nem, ha csak nem elfáradunk. Tehát, hogy mondjam, az az erőfeszítés. Elfáradós, nem? Én nem hiszem. Nem látok olyan körülményt, amiért nem. Fontos, én nem azt szeretném, hogy a mi iskoláinkba járjon mindenki. Ez egy közoktatási rendszer. Ahhoz, hogy az ország oktatását megváltoztassuk, az egy össztársadalmi dolog. Egyik probléma az, hogy kb. 20 és 40 év közötti felnőtteket érdekel ez az oktatás, se előtte, se utána. De igazából ez egy közös érdek, mert a mi gyerekeink fogják aztán a GDP-t, vagy nem tudom, akármit termelni.
az, hogy fog változni az oktatás, fog. Az, hogy én tudok ebben segíteni, igen. Az, hogy azok, akikkel együtt dolgozom, tudnak segíteni, igen. Attól, hogy jobb lesz a rendszer attól, hogy csinálunk iskolát, maximálisan hiszem, hogy így van. Hát, hogy nincs miért ne optimistának lenni. Rácsi Péterrel a iskola jövőjéről, szójátékkal élve a jövő iskolájáról rettenetes beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Önöknek meg a figyelmet, viszontlátásra!